Sajnos rengeteg szülő és pedagógus tapasztalja, hogy az aktuális oktatást érintő rendelkezések csődöt mondtak. Az RMDS új járványkezelési és gazdaságélénkítő programja ezért részletesen kitér az oktatókat és szülőket érintő legégetőbb problémákra, és ezek orvoslására konkrét megoldásokat javaslunk. Azt indítványozzuk, hogy ahol a járványügyi helyzet lehetővé teszi, kezdjék újra az oktatást 9. osztályig. A kisiskolások haladásában visszafordíthatatlan problémákat okoz az online rendszer. Az intézményekben a diákok kontrollált környezetben vannak, és megoldható lenne a napi szűrővizsgálat is. Illetve adjuk meg a szülőknek azt a jogot, hogy eldönthesse, akarja-e, hogy a gyereke részt vegyen a személyes oktatáson, vagy inkább maradjon otthon és online kövesse a tanítást. Ugyanakkor támogatni kell azokat az alkalmazottakat is, akár az oktatókat is, akik távmunkarendszerben kell, hogy dolgozzanak. Jelenleg több száz olyan pedagógus kényszerült online oktatásra, akiknek a technikai feltételei nem adottak ehhez. A számítástechnikai eszközök beszerzésére személyenként 2500 leértékű, vissza nem térítendő támogatást javasolunk. És nem feledkezhetünk meg azokról a szülőkről sem, akiket váratlan kiadások elé állított az online iskola. Az ő esetükben gyermekenként 1500 lejes támogatást javasolunk IT eszközök beszerzésére. Ha eredményeket akarunk látni, a feltételeket meg kell teremteni. Ehhez pedig erős hangunk kell legyen a parlamentben, december 6-án gyermekeink jövőjéről is döntünk.